2004-ben a Gödöllői kastélyban sétáltam, amikor is megláttam a nagy koronázási festményt, és akkor jöttem rá, hogy Erzsébet királyné ruháját álmodom újra nap, mint nap. Ezek jelentek meg a ruháimba, gyerekkoromba, 5 éves rajzaimba, és akkor eldöntöttem, hogy én szeretném ezt a ruhát elkészíteni. És akkor elkezdtem kutatni hozzá, elkezdtem mindenféle olyan forrásokat keresni, hogy mi is volt Erzsébet királyné valódi koronázási ruhája, és akkor is 2007-re elkészítettem az Emil Rabeding fotó utáni Erzsébet királyné díszruhát, akkor jöttem rá, hogy igazándiból Erzsébet királyné nem pont ugyanezt a ruhát viselte magán a koronázáson. És itt jön az érdekesség, hogy hogyan is találjunk meg egy olyan ruhát, amit nem is tudjuk, hogy mit keresünk, vagy hogy keresünk. Hát elkezdtem nézni Erzsébet ábrázolásokat, és találtam két festményt, Székely Bertalant és Kovács Mihályt, ami egy nagyon szép díszruhában ábrázolja Erzsébet királynét, viszont ugyanaz a felső rész van rajta, mint a Rabeding fotón. És akkor elkezdtem kutatni, hiszen tudtuk, hogy vannak olyan mise garnitúrák Magyarországon, múzeumok, illetve hát az egyházaknak a tulajdonába, amit biztosak abban, hogy Erzsébet királyné valamilyen ruhájából készítettek el. Megtaláltuk a Veszprémben lévő mise garnitúra készletet, amiből is kiderült, hogy tulajdonképpen úgy néz ki, hogy valószínű, hogy ez volt Erzsébet királyné valódi koronázási ruhája. És akkor itt jöttek az érdekességek, hogy keresünk egy olyan történészt, aki hasonlóképpen gondolja, mint mi, mert hát ugye mi tulajdonképpen egy teljesen új tézist állítottunk fel ezzel a történettel kapcsolatba, hiszen mindenki az Emil Rabeding fotót gondolt a koronázási ruhának. És akkor hát itt találkoztam Pálinkás Patriciával, és 2013-tól a Veszprémi Püspökségtől kaptunk engedélyt magára a mise garnitúra kutatására, és kezdődött el az a munka, amiből végül 2017. június 8-ára el tudtuk készíteni Erzsébet királyné valódi koronázási ruháját, amit a Mátyás templomban viselt. Tulajdonképpen a két ruha között 10 év telt el, és ez a 10 év azt a kutatást ölelte fel, amikor is ugye a koronázási ruha mellett más ruháknak is az eredetét megtaláltuk. És ez a kiállítás a 14 ruhával, mert 14 darab ruha készült el az elmúlt 10 évben, egy történelmi divat körképet ad a hölgyeknek az öltözködéséről, ahol is azt láthatjuk, hogy Erzsébet királyné lánykorától hogyan változtak a ruhafazonok, hiszen lánykorában a nagy abroncsos, a nagyuszályos bécsi fazonú ruhák voltak divatok, mire elérünk egészen az öreg korára, amikor viszont a teljesen a homokóra, a szűkített fazon. És ez azért nagyon érdekes, mert nem nagyon tudjuk elképzelni, mikor látunk egy-egy filmet, hogy milyen ruhák is voltak régen, mert hát mindig el szoktam, hogy azért a sci-fi filmben nagyon klasszul kezdődik az eleje a nagy abroncsos sziszi ruhákkal, de hát utána ezek az abroncsok szűkültek, kisebbek lettek. Mire eljutottunk 67-re a koronázásra, már jóformán nem volt a ruháknak eleje, és ezekbe a ruhákba ezeket is megmutatjuk az embereknek. Láthatják a nappali ruháját, láthatnak lovagló sportruházatot, mert azért tudjuk, Erzsébet királyné lovagolt, méghozzá nem is akárhogyan. Tehát be tudjuk mutatni a kornak a divatját, vagy be tudjuk mutatni a báli szokásokat, hogy a báli ruhák milyenek voltak ebben a korban, hiszen látható a gyémántcsillagos ruha, vagy látható a 25. házassági évfordulójára készített ruha, ami már egy turnőrös szőkfazon, tehát az 1870-es évek utánbeli. Tehát ezek mind adalékok ahhoz, hogy az emberek ne csak lássanak, hanem valamilyen formában tanuljanak is egy bizonyos korról.